mint arról korábban már híradónkban is beszámoltunk, ami a VKF rendszerű karatét, immáron új olimpiai sportágat illeti, Bátaszéken indult újra hosszú hónapok versenymentes szünete után a hazai karate élet. Sokan jöttek volna még erre a versenyre az egész országból, ami egy új, most bevezetett versenyforma, a Nemzeti Liga első fordulója volt egyben. Ám ezúttal limitálni kellett nagyon is a mezőnyt, oly módon, hogy a ranglisták elején közepén találhatók nevezhettek a különböző korosztályokban a biztonsági okból kétnapossá vált versenyre. A színvonal magasabb volt, mint általában a bátaszékiek által korábban rendezett cikádor, illetve széki kupákon volt, de ez más versenyzői kört is szólított meg. Tatamira lépett ugyanis a felnőtt kategóriában a mindösszesen 6 olimpiai kvalifikációra készülő magyar karatés egyike, a tokiói kijutásra legesélyesebb újpesti versenyző is. Járványhelyzetnek köszönhetően azért volt egy kis kényszerpihenő nálunk is, de az elmondható, hogy az edzésben nem álltunk le, otthon végeztem tevékenységeket április hónapban, aztán pedig májustól, mint a rendes kerékvágásba készültünk tovább, hogy általánosan a versenyszezonnak májusban, júniusban vége szokott lenni, úgyhogy ilyen szempontból amúgy már csak 2-3 versenyünk lett volna hátra. Most viszont szeptemberben ugye nem úgy indult, ahogy szerettük volna, viszont maga a készülés, illetve a formába hozás az megtörtént. Sajnos én is áldozatul estem a pozitív koronavírusos esetének, úgyhogy ott is volt szeptemberben egy 2 hetes kihagyás, de azt követően ismételten szisztematikusan építettük fel a munkát, és hát alapvetően a jövő júniusi kvalifikációs versenyre készülünk. Milliókban mérhető világszerte a VKF rendszerben versenyzők száma, ám az olimpiára összesen 6 súlycsoportban egy-egy ország képviseletében nagyon kevesen juthatnak el. Ugye az olimpiai kvalifikáció az már egy egyenes kijutásos olimpiai kvalifikációs torna, úgyhogy mindenképpen az első 3 helyezett között kell végeznem ezen a tornán, ugye az összevont súlycsoportba, úgyhogy az a cél, hogy dobogós helyen végezzünk, és azzal a kvótát is meg tudjuk szerezni. Akkor versenyzők is meghatározott időre érkeznek, hát megvan a menetrend, hogy kinek mikor kell a tatamira kerülni, és előtte érkeznek meg egy rövid idővel, tehát azt jelenti, hogy a lehető legkevesebb ember van a csarnokban egyidejűleg. A kétnapos rendezés is ugyanezt szolgálta, és hát természetesen azt kell, hogy mondjam, hogy itt most a legjobb versenyzőink is itt vannak, hiszen az olimpiai kvalifikáció még folyamatban van. Van néhány olyan magyar versenyző, aki még esélyes, hogy kijuthat a tokiói olimpiára, tehát természetesen nekik is meg kellett teremteni azokat a feltételeket, hogy versenyezni tudjanak, egymással legalább találkoznak időnként, és hát ez volt az egyik alkalom, hogy létrehoztuk a Magyar Liga versenysorozatot. Ebből a Nemzetek Liga elnevezési sorozatból még lesz 3 forduló a napokban kijelölendő helyszíneken, és összességében ez helyettesíti az idén elmaradt magyar bajnokságot. A rendező Bátaszék ESE a tőlük megszokott magas színvonalú szervezéssel, a speciális körülményekhez való igazodással újabb lépést tett afelé, hogy a Magyar Szövetség által tervezett magyarországi nagyszabású nemzetközi versenynek a házigazdája lehessen.